Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy jóslás a kincses ládával. Tegnap már készítettem egy ilyen videót, kérdeztem is, hogy tetszik-e ez a felvétel, írjátok le a kommentárban. Ez jól rezonált sokakkal, és úgy gondoltam, hogy ezt most megismétlem, és ehhez jön még az inga. Tehát miután kivetettem a kártyákat, megkérdezzük az ingát, hogy mi a válasz. Amennyiben az inga jobbra fordul ki, az igent jelent. Amennyiben az inga balra fordul ki, az egy nemet jelent a kérdésre. Ha az inga megáll, az azt jelenti, hogy vagy megállnak az események, vagy nem kapunk választ a kérdésre. És én indítanám a jóslást. Kinyitom a kincses ládát. Itt látható a tárókártya csomag. És beletesszük a kincses ládába. A mai napon a cigánykártyával dolgozom. Ezt is ide tesszük. És megnézzük, hogy mit mutatnak a lapok. Itt látható egy férfi, közeledik hozzád. Átnyújtja számodra ezt az arany kehelyet. Ez az arany kehely, az jelenti az érzelmeket. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád. De ahogy a ló még így visszatekint, itt van még a múlt, és ő is visszatekint még a múltba, az lehet, hogy nem fogja elsietni az eseményeket, hiszen itt vannak még emlékek a múltból, ami akadályozza azt, hogy gyorsan peregjenek az események, de mégis látható, hogy jó az irány, hiszen van érdeklődés, kimutatja az érzelmeit. Itt a betegség látható. Az lehet, hogy ő beteg. Az is lehet, hogy valaki beteg a családban, és emiatt nem tudja elsietni a dolgokat. Az is lehet, hogy ez a férfi ezen a területen dolgozik, például kórházban, az is lehet, hogy orvos, és ez az orvos közeledik hozzád. Most megkérdezem az ingát, mi lesz a válasz. Tényleg arról van szó, hogy kimutatja az érzelmeit, igen, nem, vagy talán. Az inga jobbra mozdul ki, tehát igen a válasz. Igen, ez a férfi közeledik hozzád, és kimutatja az érzelmeit. Hogyan tovább, mi történik? Itt újra ez a férfi látható, mint egy király. Tehát változnak a dolgok, hiszen maga biztos lesz, elfoglalja a helyét az életben, biztos abban, hogy te is közeledsz hozzá, hiszen itt újra érzelmekről van szó, mert ez a király uralkodik a kelyhek felett, ami jelenti a víz elemét, tehát ez a király uralkodik az érzelmek felett. Itt látható ez a szerelmes hölgy, aki rád utal, tehát itt szerelemről, párkapcsolatról van szó. Itt megfordult ugyan egy kártya, ez a halált jelenti, és ez utal arra, hogy ő lezár valamit a múltból. Ugyanúgy, ahogy a ló feje mutatja, hogy még visszatekint a múltban, vannak itt emlékek vagy kapcsolatok,
Mielőtt ő elfoglalja itt a helyét és kimutatja az érzelmeit, ő lezár valamit a múltból. Az is lehet, hogy valaki beteg a családban, és fél attól, hogy itt egy haláleset lesz. Most megkérdezem az Ingát, van-e érdeklődés a részéről? Lesz itt egy tartós párkapcsolat? Igen, nem, vagy talán? Az irány az jobbra mutat, tehát igen, itt kialakul valami, de kezdetben az Inga olyan lassan mozgott, tehát ő így lépésről lépésre irányítja a dolgokat. Itt a csillagok szerencsét hoznak, itt lesz egy szerencsés fordulat. Itt betegségről, múltról van szó, amit ő lezár, elfoglalja a helyét az életben, kimutatja az érzelmeit, biztos a dolgában tudja azt, hogy te szereted őt, itt van a szerelmes hölgy, és a csillagok szerencsét hoznak, az jelentheti azt is, hogy minden úgy alakul majd, ahogy meg van írva a csillagokban, ez kihalt a párkapcsolatra, a csillagképek jelenthetnek egy spirituális területet is. Itt látható egy özvegy asszony. Ez jelentheti az anyukáját. És akkor előfordulhat tényleg az, hogy volt betegség, van egy örökösödési ügy, az anyukája özvegyen jelenik itt meg, de mint mindig a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és ez az özvegy asszony jelenthet egy idősebb hölgyet, vagy jelenti a magányt, hogy eddig te egyedül érezted magadat, és ez a helyzet téged itt betegített. De most látható a jóslásnál, hogy ő közeledni fog hozzád, ez a változás számotokra szerencsét hoz. Most megkérdezem az Ingát, itt magányról van szó, igen, nem? Ha így egy vonalba mozog az Inga, akkor az azt jelenti is, magányról is, de egy idősebb hölgyről is szó van, tehát két dolgot jelent. Itt lesz egy új kezdet, hiszen kezébe veszi a dolgokat. Először úgy odafigyel az eseményekre, figyelgeti ezt a botot, ami jelenti a tűz elemét, és a tűz eleménél mozgásról van szó, de itt is látható, hogy megáll egy pillanatra, nem sieti el a dolgokat. Amit a tűz eleme még jelent, az ő bátorságát, lelkesedését, egy testi kapcsolatot, cselekedni fog. Itt egy katonatiszt jelenik meg. Lehet, hogy van nála egy bírósági ügy, az is lehet, hogy valaki parancsolgat neki, és erre kell odafigyelnie, kimutatni a bátorságát, kimondani a véleményét, de utalhat a munkájára, a hivatására is, hogy egyenruhát visel, vagy a rendőrségen dolgozik, vagy a tűzoltóknál, vagy tényleg orvos. És szerintem itt mindkettőről van szó, hogy eddig valaki parancsolgatott neki, ő visszahúzódott, ez a nő, aki parancsolt neki, most egyedül van, és
ő lezárja ezeket a témákat, lezárja ezt a kapcsolatot, hiszen a halál kártyája le tud zárni bizonyos dolgokat. És ha így van, mert ez őt eddig betekítette ez a helyzet, mert ez a nő parancsolgatott neki, most lesznek változások, hiszen kezébe veszi a dolgokat, lesz egy új irány, ami lelkesíti őt. Itt köztetek érzelmekről van szó, hiszen mindkét kártya jelenti az érzelmeket. A múltja, a volt kapcsolata betegíti őt, ott hagyja a nőt, a nő egyedül marad, magányos lesz egy ideig. Miért volt így? Mert ez a nő parancsolgatott neki. Eddig nem merte kimondani a véleményét, de itt látható, hogy bátor lesz, és megmondja azt, amit gondol erről a helyzetről, lezárja ezt a kapcsolatot, itt a halál kártyája ezt le tudja zárni, és akkor lesz itt egy szerencsés fordulat, elfoglalja a helyét az életben, kimutatja a büszkeségét, a bátorságát, és így fog közeledni hozzád. És most megkérdezem az ingát. Itt most arról van szó, hogy ő lezárja a múltat, védi magát, kimutatja azt, amit gondol és amit érez, és közeledni fog hozzád. Igen, nem. Vagy ha az inga megáll, akkor nem kapunk választ erre a kérdésre. Az inga válasza igen, pontosan erről van szó. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!